A BSE 798 380 B-típus jelzésű AEG szuvidos gőzsütő, egy A2 pluszos energiaosztályba sorolt modell, ennek a készüléknek 70 literes a sütőtér hasznos űrtartalma. Beépítését tekintve egy standard 60-as külméretű elembe tudjuk ezt a sütőt is beépíteni. A vezérlését pedig, ha megnézzük, egy magyar nyelvű szöveges menürendszerrel ellátott aktív TFT vezérlést kapott, tehát az érintő panel az magán a kijelzőn található. Ki tudjuk választani ugye a sütőfunkcióit, ezek közül megtalálható ugye a tartósítás, haszalás, joghurt funkció, edénymelegítés, kiolvasztás, csőben sütés, hőlégkeverés alacsony hőfokon, melegen tartás, a nedves hőlégkeverés, grill funkció, az infrasütés, hőlégbefúvás, fagyasztott ételek sütése, alsó-felső sütés együtt, pizza funkció, külön kapcsolható alsó sütés, illetve a gőzs sütés funkciói között a normál sütés gőzs sütés kombinációja, a szuvidálás, a regenerálódás, ami ugye egy ételfelmelegítés jelent, tehát a mikrohullámú sütő is kiváltható ilyen szempontból, kenyérsütés, kelesztés, illetve a gőznek a különböző százalékos páratartalmú beállítási lehetősége attól függően, hogy zöldséget, halat, mit szeretnénk éppen akár párolni, sütni. Ha bármelyik sütőfunkciót kiválasztjuk, egyszerűen a jobb felső sarokba azt leokézzük, megérintjük a hőfokot, be tudjuk állítani a használni kívánt hőmérsékletet maximum 230 Celsius fokos hőmérsékletig 5 fokos pontossággal. Ha megvan a kívánt érték, leokézzük és a starttal elindítjuk a korábban beállított paraméterekkel a sütést. A menürendszerét, ha megnézzük, ugye vannak az előre programozott sütések a készülékbe, rengeteg menüpont található benne, 200-nál is több előre programozott sütés van, ételkategóriákból kell választanunk, vannak húsok és halak, köretek, tepsisültek, sóstészták, desszertek, édessütemények, zöldségek, gyümölcsök, ezen belül is rengeteg almenüpont található, a húsoknál ugye vannak még a szárnyasok, a halak, a tengergyümölcsei, azon belül is van marhahús, sertéshús, borjuhús, bárány, illetve egyéb vadhúsok. Sertésnél kiválasztjuk például azt, hogy egy szűzpecsenyét szeretnénk füstölve, gőzzel sütés vagy párolással történjen az eljárás, és egyszerűen akkor a készülék tudja azt, hogy milyen sütőfunkcióval, mennyi ideig, milyen hőfokon kell az ételt készítse ahhoz, hogy a végeredmény tökéletes legyen. Ha ezeket a paramétereket mi elfogadjuk, egyszerűen a starttal elindítjuk, és az idő lejárt, akkor pedig le is kapcsolja majd a készülék a sütőteret. Tovább megyünk a menüjébe, van ugye a tisztítás menüpont, mert ugye a készülék ugye a gőzgenerátoros gőzfunkciónak köszönhetően gőztisztítással rendelkezik. Van a gőztisztítás és a gőztisztítás plusz program benne. Itt gyakorlatilag mindkét esetben ugyanaz történik, közel 100%-os páratartalmú gőzt adagol be a sütőkamrába, ez fellazítja a belső felületekre lerakódott szennyeződést, a program végén egyszerűen csak egy rongyal ruhával át kell törölni, nem kell zsíroldozni, nem kell súrolnunk. Attól függően kell elindítsuk a sima tisztítás vagy a tisztítás plusz verziót, hogy mennyire szennyezett a sütő, ezt ránézésre ugye meg tudjuk állapítani. Van olyan pontja, hogy szárítás, akár a sütést követően, akár a gőztisztítást követően ugye a pára az le fog csapódni a belső felületre, ezt ezzel a szárítás menüvel, vagy illetve a menüpontból előhívható funkcióval egyszerűen le tudjuk szárítani ugye ezt a párát a belső felületről. Van még olyan, hogy vízkőmentesítés, illetve öblítés. Ugye a készülék tudni fogja, illetve számolja, hogy hány üzemórát dolgozott ő a gőzfunkcióval, és egy bizonyos idő után jelzi nekünk, hogy a vízkőmentesítést futtassuk le a készüléken, akkor ezen menüponton belül ezt elindítva gyakorlatilag végbe megy a vízkőmentesítés. Az öblítéssel pedig ugye a belső részeket át tudjuk öblíteni, tehát ugye azokat a csöveket, amit a vízkőmentesítés során áttisztít a készülék.
van a kedvencek menüpont, itt gyakorlatilag hasonlóképpen, mint az előre programozott sütéseknél, általunk rendszeresen készített és fogyasztott ételeknek a beállított paramétereit el tudjuk menteni a kedvencek közé, és az legközelebb ugyanúgy egy érintéssel előhívható, és a korábban betáplált adatokkal, paraméterekkel lefuttatja nekünk a sütést. Az egyéb funkciók alatt van ugye a beállítása például a sütőtérvilágításnak, hogy a sütés közben is világítson a lámpa, vagy csak akkor, amikor mi manuálisan bekapcsoljuk. Gyerekzárat tudunk ugye a kezelőfelületre tenni, beállítható, hogy gyors felfűtéssel dolgozzon-e a készülék, vagy sem. Az előbb említett tisztításnak az emlékeztetője kapcsolható be, illetve ki. Időkijelzés, ez ugye arra vonatkozik, hogy a készülék kikapcsolt állapotában mutatja a pontos időt, ezt ki tudjuk iktatni, ebbe az esetben gyakorlatilag teljesen sötét képernyővel áll a készülék, amikor nem sütünk, nem üzemeltetjük, illetve a digitális óra stílusán is tudunk módosítani. Ezen kívül a beállítások alatt van olyan, hogy csatlakoztatás, mert hogy a készülék wifi hálózatra is kapcsolható, tehát mobiltelefonos applikációról, távolról is tudjuk működtetni, bekapcsolni, kikapcsolni, bármilyen beállítást eszközölni rajta. A wifi csatlakoztatás történik ugye ezen menüpont alatt. Van még ugye a beállítás, ami már a kijelzőre vonatkozik, hogy milyen nyelven jelenjen meg a feliratozás, a szöveg. A kijelző fényerein tudunk módosítani, a nyomógombhang stílusán, kattanás, sípolás, hogy az milyen legyen. Figyelmeztető hangerőn tudunk állítani, a vízkeménységet is meg tudjuk határozni ugye a lakóhelyünknek megfelelően, illetve a pontos idő is ezen menüponton belül állítható be. A utolsó az pedig egy szervízpont. Gyakorlatilag itt erre akkor van szükség, vagy akkor jön jól, hogyha műszaki gond van a készülékkel, és kihívjuk a márkaszervizt, ők akkor ebből mindent ki tudnak olvasni, majd nem kell darabokra szedni ehhez a készüléket. Ha megnézzük a belsejét, ugye alapfelszereltségként 2 tepsit, 1 sütőrácsot kapunk, egy oldalvezető simpár vezeti meg, 5 tepsi magassággal van ellátva, és amit szintén kapunk a készülékhez, az egy teleszkópos sütősimpár, ezt az 5 tepsi magasság közül bárhová fel tudjuk helyezni, bármikor át is rakható másik szintre. Ez kihúzott állapotában is vízszintesen tartja a tepsit, nem kell megfogni, hasonlóképpen működik, mint egy klasszikus fióksín. Szintén mellékeli a gyártó a elektromos maghőmérőt, amit a készülékhez tudunk csatlakoztatni az ajtó takarásának jobb felső sarkába. A másik felét, ha beleszúrjuk a húsételbe például, akkor a kijelzőn fogja mutatni az étel maghőmérsékletét, és úgy is programozható a sütő, hogy amikor ez a szonda azt érzékel, hogy átsült az étel belseje is, akkor automatikusan le fogja kapcsolni azt. Ugye a készülékkel tud párolni, egy ilyen pároló edény szettet is kapunk a gyártótól, ugye a felső az egy lyukacsos, tehát zöldségek, halak, de akár húsételek párolását is tökéletesen el tudjuk végezni ennek segítségével. A készülék ajtaja az 4 rétegű üvegezéssel van ellátva, viszont a felső burkolati elemet, ha lehúzzuk róla, akkor hozzáférünk az üveglapokhoz, tehát mindegyiket akár külön-külön ki is tudjuk venni, minden oldala ezáltal könnyen, egyszerűen takaríthatóvá válik. Ugye a készüléknél, mivel a gőzgenerátornak valahogy vízre van szüksége, ennek egy kivehető tartálya van, 9,5 dl is az űrtartalma, tehát ez nem csak a gőzsütésnél, hanem a szuvidálásnál is, ahol is ugye hosszabb ideig, akár órákon keresztül ki kell tudja szolgálni gőzzel a sütőteret a készülék. A nagyobb mennyiségű tartállyal ez minden gond nélkül megoldható, illetve hát ugye nagyon könnyen a benne lévő megmaradt víz, azáltal, hogy kivehető, ezt ki is tudjuk üríteni. Tehát biztos, hogy nem marad a készülékbe víz, nem egy állott vízzel kezd el dolgozni mondjuk a legközelebbi gőz funkció használata során. AEG beépíthető sous-vide sütő, magyar nyelvű szöveges menürendszerrel, aktív TFT vezérléssel, gőztisztítással, illetve wifi kapcsolati lehetőséggel.